Sziasztok! Ebben a videóban Kosztolányi Dezső Édesanna című regényének elemzését fogjuk átvenni röviden. Igazán akkor profitálhattok ebből a videóból, ha olvastátok a regényt. Tehát, hogyha a regény cselekményére vagytok kíváncsiak, akkor ez nem az a videó, amit feltétlenül meg kell néznetek. Ez akkor hasznos, hogyha tisztában vagytok már a regénynek a cselekményével, a szereplőivel. A film megnézése az a semminél egy fokkal jobb, de a regény elolvasását nem pótolja. Egyrészt azért, mert azok a finomságok, amik az írott szövegben érzékelhetők, azok a filmből teljesen hiányoznak. Másrészt pedig egy remek film az Édesanna című film, de azért nem teljesen hülyen követi a regénynek a cselekményét. Ennyit előjáróban, és akkor nézzük is magát a témánkat. Beszéljünk egy picit, pár szót a regény keletkezés történetéről, és egy icipicit a befogadásáról is. Az az érdekes, hogy miután az Édesanna című regény megjelent, egy csomóan állították, hogy ők aztán tudják, hogy ki volt Édesannának a modellje, például Márai Sándor, aki szintén egy fontos magyar író volt, és Kosztolányihoz közel élt a Mikó utcában, ő azt állítja, hogy az ő cselédjük volt Édesanna mintája. Egyébként állítólag Kosztolányi né volt az, aki egyszer elmélázott azon, hogy milyen lenne egy tökéletes cseléd, egy tökéletes háztartási alkalmazott, aki teszi a dolgát, olyan, mint a gép, hogy milyen érdekes lenne egy ilyen figura. De ugyanakkor Kosztolányi verseiben már korábban is többször előkerült egy fiatal gyereklány, akit még Szabadkáról ismert, illetve a cseléd sors, a cseléd létnek az embertelensége, a monotonitása, a gépiessége, az többször is előkerül Kosztolányi munkásságában, itt például a Boris könyve című novellában, ami egyébként pár éve előkerült az írásbeli érettségén, ez volt a novella elemzési feladat. És vannak Kosztolányinak olyan szövegei, ahol a saját munkáját, a saját költőségét, illetve újságíróságát is egyfajta ilyen cselédsorsként láttatja egy ilyen állandó gépies munkának, ami elsősorban mások igényeit próbálja kielégíteni. Tehát ez egy ilyen többször előkerülő komplex téma Kosztolányinál. A cselédsors. Maga az Édesanna című regény egyébként először a Nyugatban jelent meg folytatásokban. Ha megnézitek a regénynek a szerkezetét, akkor ez valamennyire így érzékelhető is, ilyen nagyon jól befogadható, viszonylag rövid fejezetekre oszlik. Még Kosztolányi életében megjelent kétszer, de utána a háború után 20 évig egyáltalán nem jelenhetett meg, ugye a háború utáni politikai fordulat következtében egy darabig egyáltalán nem jelenhetett meg, és később egészen a rendszerváltásig is erősen cenzúrázva jelenhetett csak meg ez a regény. Ti nyilván ezt nem tudhatjátok, hiszen nem éltetek még a rendszerváltás előtti években, de a 80-as években voltam általános iskolás, és mi bizony még ünnepeltük a Tanácsköztársaság ünnepét, március 21-én, ugye a Tanácsköztársaság kikiáltásának a napján, mi még dicsőséges 133 napról tanultunk, tehát érthető, hogy ez a rendszer, ez a szocialista rendszer, ez nem fogadta jól azt, ahogyan az Édesannában írnak a Tanácsköztársaságról, és ahogyan Kosztolányi a Tanácsköztársaságot kezeli ezzel a nagyon erős iróniával, időnként kifejezetten ilyen becsmélő kifejezéseket használ a Tanácsköztársasággal kapcsolatban, és ezeket hosszú évekig, tulajdonképpen a rendszerváltásig kicenzúrázták az Édesannából. Úgyhogy nagyon érdekes a befogadás története ebből a szempontból, hogy évtizedekig csak csonkán lehetett olvasni az Édesannát. Na, beszéljünk egy kicsit, ha már itt tartunk a Tanácsköztársaságnál, a történelmi háttérről is. Az Édesanna története, ennek a cselédlánynak a tragédiába torkolló története tulajdonképpen érthető és érdekes a
történelmi háttér ismerete nélkül is, de a teljes körű, a mű teljes komplexitásának a megragadásához szükséges, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy milyen történelmi események zajlottak ebben az időben Magyarországon. Ja, a tanácsköztársaság leverésével indul a sztori, aztán következik a románok bevonulása, aztán Horthy hatalomátvétele, majd Horthy bevonulása Pestre, illetve a fehér terror időszaka ezt öleli föl, vagy ebben az időszakban játszódik az Édesanna története. És amellett, hogy ez azért ilyen utalásokban elő is kerül a sztoriban, vannak ilyen nagyon érdekes megfelelések, amik árnyalják a regénynek az értelmezési lehetőségét, tehát újabb értelmezési rétegeket adnak a regényhez. Így például, ha megnézzük a történetet, akkor Anna augusztus 14-én szegődik el Viziékhez, ugye akkor hagyja ott a régi egyébként nagyon szeretett helyét, a rokona Ficsor unszolására, és megy el dolgozni Viziékhez minden szándéka ellenére, tehát ez augusztus 14-én történik, és augusztus 15-én vette át Horthy a fegyveres erők parancsnokságát. Vagy egy még finomabb utalás, amit tényleg csak az ért, aki tisztában van a történelmi eseményekkel. Ha emlékeztek, mert nyilván olvastátok a regényt, különben nem néznétek ezt a videót, ugye Jancsi, Patikárius Jancsi az egyik szereplő, egy ilyen nagyon vicces gyászjelentésben hívja meg a barátait mulatni, és ez a kamu gyászjelentés, ennek a dátum ez február 17. Ez elsőre ilyen jó poénnak tűnik, hogyha az ember nem tudja, hogy a valóságban február 16-án politikai gyilkosság áldozata lett Somogyi Béla és Bacsó Béla, a Népszava munkatársainak, vagy a Népszavának az újságírói, a munkatársai, tehát a fehér terrornak a legsötétebb időszaka. Ez az időszak, amikor ez a történet játszódik. Meg egyébként az egész sztorinak az indítását is csak akkor érthetjük meg, Ficsornak a viselkedését, aki Annának a rokona, és nagyon erőszakosan veszi rá Annát arra, hogy menjen el Viziékhez dolgozni. Ennek az az oka, hogy ő a tanácsköztársaságban aktív szerepet vállalt. Tehát gyakorlatilag, hogyha őt feljelentik, vagy ő a fehér terror, a megtorlások során rendőrkézre kerül, akkor gyakorlatilag az életével játszik. Tehát neki tulajdonképpen létszükséglet, hogy Viziék igényeit kielégítse, hogy ők ne jelentsék őt fel. Tehát nagyon, nagyon is fontos a történelmi háttér a regény értelmezése szempontjából. Oké. Erről ennyit. Nézzük akkor a történetmondást, a narrációt. Beszéltünk már korábban Kosztolányi kapcsán arról, hogy nagyon izgatta a mély lélektan, nagyon izgatta, nagyon érdekelte az, hogy mi rejlik az emberi tudatnak a mélyén, és ugye egy történetben hogyan lehet ezt elbeszélni, megmutatni, hogy mi zajlik egy emberi léleknek a legmélyén. Ebből adódik az az érdekes narrátori nézőpont, vagy elbeszélői nézőpont, ez a tudat elbeszélő technika, ami abból áll, hogy az elbeszélő az belelát a szereplők fejébe, sőt, ezek között nagyon sokszor vált is, tehát egyszer az egyik szereplőnek a nézőpontjából beszél, aztán meg a másik szereplőnek a nézőpontjából, de nem belső monológot látunk. Mondok egy példát. Tehát például, amikor Anna oda kerül Viziékhez, és Anna szemszögéből szemléljük ezt az eseményt, akkor nem azt olvassuk, hogy Anna azt gondolja, hogy mit keresek én itt, nem szeretnék itt lenni, utálom Viziéket, szeretnék visszamenni a régi helyemre. Tehát nem ilyen belső mondatokat, belső monológokat olvasunk, hanem azt olvassuk, hogy ahogyan belép a lakásba, tulajdonképpen van egy elviselhetetlen szag, ugye a kámfornak, a zongorában lévő kámfornak a szaga, ami miatt alig bír meglenni Viziéknél, ami miatt napokig
nem tud enni például. Tehát ilyen módon próbálja meg a narrátor ábrázolni a tudatalattit, hogy tulajdonképpen a regénynek az elbeszélője, hogy mondjam, a regénynek az elbeszélője az többet tud a szereplőiről, mint maga a szereplő. Ez ilyen nagyon furcsa, és ez egy nagyon érdekes gondolatkísérlet, de nagyon tanulságos, ahogy az Édesannában megjelenik. Tehát, hogy a szereplők tudatán keresztül úgy mutatja a világot, hogy nem megformált gondolatokat, nem látjuk például a motivációkat. Tehát nem árulja el azt, nem tudjuk meg a regényből, hiába olvassuk végig, nem tudjuk meg, nincs az kimondva, hogy Édesanna miért ölte meg, spoiler, miért ölte meg Vizijéket. Tehát nem látjuk azt a belső gondolati utat, ami során ő eljutott oda, hogy meg fogja ölni a gazdáit, hanem egyszerűen csak ilyen nagyon fura érzéki benyomásokat látunk Anna szemüvegén keresztül is. Ezt nagyon nehéz így elmagyarázni, ha nem olvastátok a regényt, tehát valószínűleg akkor nem sokat tudtok kezdeni ezzel a mondattal, amit előbb mondtam, de ez egy nagyon érdekes narrátori hozzáállás. Tehát, hogy belelátunk a szereplők fejébe, de inkább csak érzeteket, érzéki benyomásokat látunk, és a valódi motivációkat nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy egészen pontosan ki mit gondol, egészen pontosan ki miért teszi azt, amit tesz. Csak következtethetünk a viselkedésükből. Ez egy egészen izgalmas, és egy picit ilyen nyugtalanító írói világ is egyébként. Aztán a másik érdekesség a narrációnak, hogy egyfelől úgy ír, mint egy krónikás a narrátor, hiszen legtöbbször egészen pontosan jelzi, időnként napra pontosan is jelzi a dátumot, de legalábbis viszonylag pontosan meghatározza, hogy mi mikor történik, de mégis nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi történt valójában. Tehát nagyon sokszor ilyen feltételezésekre, mendemondákra hivatkozik. Tehát nagyon sokszor sugallja azt a regény, hogy a valóság valójában nem megismerhető. Tehát, hogy nem tudjuk igazán, hogy mikor, mi az igazság egy-egy történéssel kapcsolatban. De egyébként, hogyha megnézzük a sztorit magát, akkor azt látjuk, hogy 1919. júliusa és 1920. májusa között zajlanak az események. És az elbeszélés tempója, az pedig egy ilyen egyenletes tempójú, tehát sem túl gyors, sem túl lassú elbeszélés. Egyetlen ugrás van benne, az utolsó fejezet előtt ugrunk az időben egy évet. És van még egy érdekes elbeszélés technikai fogás az Édesannában. A narrátor nagyon sokszor él az úgynevezett gyakorító elbeszélés technikájával, gyakorító elbeszélés. Ez azt jelenti, hogy a narrátor egyszer mond el olyan dolgokat, vagy eseményeket, amik többször történtek meg. Mondok egy példát. Rárakott a kályhára, fújta, legyezte a kötényével, de a tűz csak pislákolt, folytó füstöt terjesztett, tele lett vele a lakás. Mindig így ment ez, minden áldott nap, hol az egyik, hol a másik szobában. Tehát ez egy ilyen tipikus gyakorító elbeszélő mondat, és ennek az a funkció, hogy egyrészt nagyon jól érzékelteti Anna életének a monotonitását, és van egyfajta ilyen feszültségkeltő hatása. Aztán nagyon érdekes téma az, hogy hogyan osztjuk fel a regénynek a cselekményét, milyen szerkezeti vázat állítunk fel a regénnyel kapcsolatban. Tulajdonképpen itt kezd igazán izgalmassá válni az Édesanna. Itt alapvetően két módon nézhetjük a regénynek a cselekményét, kétféle módon oszthatjuk föl a regényt különböző szakaszokra. Az egyik verzió az, amikor Annát állítjuk a középpontba, tehát azt mondjuk, hogy Anna személye köré rendezzük a cselekményt. Ha ezt a verziót fogadjuk el, akkor tulajdonképpen azt szerint osztjuk fel a regényt, hogy Annával mi történik. Ugye hogyan kerül az új helyére, hogyan szokik meg ott, mi történik ott vele Jancsival, hogyan próbál kiszabadulni, hogyan vall ebben kudarcot, és végül hogyan követi el a gyilkosságot. Tehát ez az egyik felosztás, és ha ezt a felosztást vesszük alapul, akkor a műnek az lesz az alapkérdése, hogy Anna bűnöse vagy nem. Tehát itt Édesanna személyére koncentrálunk,
és az határozza meg az értelmezésünket, hogy őt bűnösnek tartjuk, vagy nem. Értelemszerűen a bíróság, a törvények szerint Anna egyértelműen bűnös, hiszen emberölést követel, el is ítélik emiatt, tehát ez az egyik értelmezés, hogy ő bűnös, viszont ott van Movister értelmezése is, ugye ő az, aki még a bíróságon is azt vallja, hogy Anna valójában áldozat, tehát Anna nem bűnös, hanem áldozat, mégpedig az embertelen bánásmódnak az áldozata. Kosztolányi regénye abban a szempontban egy tipikus realista regény, hogy a narrátor az nem foglal állást. Tehát a narrátor az meglehetősen tárgyilagos a történettel kapcsolatban, az olvasóra bízza, hogy eldöntse ezt, hogy Anna bűnös vagy nem. De akárhogyan is értelmezzük ezt annak kérdését, hogy ő bűnös vagy nem, az mindenképpen látszik, hogy ez egy eléggé, hogy mondjam, elszúrt világ. Tehát, hogy ez egy nagyon boldogtalan világ, amiben mindenki meglehetősen boldogtalan és nyomorult életet él. Tehát ez az egyik értelmezési módja a regény cselekményének. A másik pedig egy egészen más logika szerint szemléli a regénynek a cselekményét. Ez egy három pilléren nyugvó szerkezeti váz, tehát a regényt úgy is értelmezhetjük, hogy nem Anna áll a középpontjában, hanem tulajdonképpen három legendára épül az Édes Anna című regény. Kun Béla legendája, ami ugye az elején jelenik meg, a repülőgéppel, ahogyan elsuhan a vérmező fölött. Anna legendája, ez a tökéletes szolgáló lány, aki tulajdonképpen túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. És a harmadik pedig az író legendája, ha emlékeztek, az utolsó fejezetben két szereplő, Druma és Tálas sétál ott a Krisztenváros környékén, és elmennek Kosztolányi háza előtt, és ott látják Kosztolányit, és akkor így tulajdonképpen beszélnek róla, meg az ő politikai meggyőződéséről, hogy ő akkor most tanácsköztársaság párti, vagy épp ellenkezőleg a másik oldalon áll, és erről sem tudunk meg igazából semmi biztosat. Ha ezt az értelmezést veszük alapul, akkor a regénynek az alapkérdése jóval túlmutat azon, hogy Anna bűnöse vagy nem, hanem a regény egy egészen mérható filozófiai kérdést tesz fel, meg pedig az, hogy megismerhető-e az igazság, létezik-e egyáltalán objektív igazság, vagy egyáltalán megismerhető-e a másik ember, tudhatjuk-e, hogy mi van egy ember lelkének a mélyén. Tehát ez egy jóval filozófikusabb értelmezés, és ebben az igazság is egy relatív fogalommá válik, és az emberek viselkedését is ugye egy adott történelmi szituációban, jelen esetben a tanácsköztársaságban és azt követően nem az határozza meg, tehát nem az határozza meg, hogy ki hogyan reagál, hogy mi az igazság, hanem az, hogy milyen a jelleme. Ez határozza meg a viselkedést. És ha ezt az értelmezést vesszük alapul, akkor sokkal inkább értelmezhető a regény nyitó fejezete, vagy ilyen előszava, ami ugye egy latin nyelvű halottima, és elsőre nem igazán értjük, hogy mit keres itt ez a hosszú latin szöveg, de ha ezt a második értelmezést nézzük, akkor tulajdonképpen értelmezhető úgy, hogy ez egy Annáért elhangzó könyörgés, aki ebben a kiismerhetetlen világban, ahol nem tudhatjuk, hogy mi az igazság, abban egy egyszerű, esendő emberként jelenik meg, aki sem nem rosszabb, sem nem jobb a többi embernél. És egyébként ezt az értelmezést alátámasztja maga Kosztolány is, aki valahol egy másik szövegében írt egy ilyet. Nincsen szociális következtetés, csak emberség van, csak jóság van, csak egyéni szeretet van, és a gyilkosságnál is nagyobb bűn, ha valaki embertelen, ha valaki durva, ha valaki fennhéjázó, amiért egy késsel elég megtorlás. De ez a másik értelmezési módja a regénynek, és én úgy gondolom, hogy az Édes Anna pont attól lesz izgalmas, attól lesz több, mint egy ilyen szomorú történet egy szegény cselédlányról, hogy ilyen értelmezésre is módot ad, és ilyen érdekesen játszik a
a történetmeséléssel, a tényekkel, az idővel, a történelemmel, tehát hogy egy ilyen egészen izgalmas játékba hozza ezeket. Igen, pillanat, most egy picit. Igen. Oké. Na nézzük a szereplőket. Bocsánat, egy picit belezavarodtam a saját diáimba. Tehát nézzük nagyon-nagyon röviden, hogy mit lehet a szereplőkről elmondani. Király István, aki egy irodalom történész volt, két csoportra osztja az édesanyja szereplőit. Vannak, akiket ő úgy hív, hogy értékemberek. Ők azok, akiknek a személyisége középpontjában valamiféle érték áll, és ez határozza meg a viselkedésüket. Ő ide sorolja Annát, akinek a munka, az otthon, a család és ez az egyszerű szeretet áll a személyiségének a középpontjában. A másik ilyen értékember pedig Movister, ugye a betegeskedő orvos, aki szintén vizékkel egy házban lakik, és az ő központi értéke pedig a humanizmus, vagy ahogy ő fogalmazza, az irgalom. Tehát, hogy az emberek felé valamiféle irgalommal, megértéssel közeledjünk. És egyébként Anna meg is jelzi ezt a fajta emberbaráti szeretetet Movisterben. És az összes többi szereplő pedig úgynevezett érdekember, ami azt jelenti, hogy a cselekedeteiket valamiféle érdek mozgatja, tehát nincsenek állandó elveik, úgymond nincsenek állandó értékeik, hanem mindenki akar valamit, nagyon egyszerűen megfogalmazva. Ugye vízi viselkedését, a karriervágy, a külsőségek iránti vágy mozgatja. Viziné, akinek ugye ott van a háttérben, vagy a vízi család életének háttérében ott van a kislányuknak az elvesztése, és Vizinében van valami nagyon erős birtoklásvágy, mániákusan ragaszkodik ahhoz, ami az övé, ugye nagyon sokáig zárja a kamra ajtót, gyakorlatilag számon tart minden szem kockacukrot, és magát Annát is egy ilyen birtoktárgyként kezeli. Aztán ott van Patikárius Jancsi, aki szerintem messze az egyik legellenszenvesebb szereplő, bár ez egy szubjektív értékítélet, tulajdonképpen ő egy éppen csak a kamaszkorból kinőtt élfajház fiatalember, aki gyakorlatilag csak a pillanatnyi hangulatai és a pillanatnyi élvezetek kötik le. Tehát gyakorlatilag semmilyen felnőtt viselkedésre nem nagyon képes, hiába szereznek neki állást, nem végzi jól a munkáját, ugye Annát is gyakorlatilag kihasználja pár napig gyakorlatilag szeretőjeként viselkedik vele, sőt, szerelmet is van neki, de aztán, amikor ráun, akkor eldobja. Tehát, hogy egy meglehetősen ellenszenves figura, de ugyanakkor nála is ott van a háttérben a világháború, megtudjuk, hogy ugye, amíg a gimnáziumot végezte, addig sorra tűntek el mellőle a tanárai, mentek ki a frontra és haltak meg. Tulajdonképpen őt is besorozták, de már az utolsó pillanatban, és neki már nem kellett elmennie a frontra. Tehát, hogy azért vele se érdemes nagyon szigorúnak lenni, mert nála is ott van a háttérben a háború, mint trauma. De ugyanilyen értékember az összes többi szereplő is, Ficsor, Druma vagy Tatár, ugye Ficsor ő boldogulni akar, Druma ő a egyre inkább szélsőségessé váló politikai nézeteit hangoztatja folyamatosan, és Tatár pedig egyszerűen csak a társadalom győztes oldalán szeretne maradni, és nem nagyon erősen küzd az ellen, hogy a társadalmi különbségek azok eltűnjenek. A szereplők közül kiemelkedik egyébként Movister, ő a rezonőr, vagy magyarul szócső, ő az, akinek tulajdonítjuk az író véleményét. Tehát azt hívjuk rezonőrnek, akiről úgy gondoljuk, hogy egy adott műven a szerzőnek a véleményét képviseli, és az édesanyjában ez Movister, az ő humanista, emberbaráti hozzáállásával. De az is látszik, hogy ez a... Tehát, hogy Movister egy szimpatikus, de láthatóan életképtelen, és a műben többször, hogy mondjam, ilyen nevetségesített, vagy ilyen fura sajnálattal kezelt figura. Ami a szereplőkben egyaránt
Hasonló az az, hogy mindegyikük egyformán nyomorult, tehát nincs köztük egy kiegyensúlyozott, egy boldog ember sem. Nem látunk egy olyan szereplőt, aki viszonyítási pontként szolgálhatna. Szóval ebből a szempontból az édesanyának a világ szemlélet az meglehetősen kiábrándító, de legalábbis, hát hogy mondjam, illúziótlan. Én emlékszem, hogy amikor gimis koromban olvastam az édesanyát, akkor nem is nagyon tudtam vele mit kezdeni, mert nem csomagolja, hogy mondjam, semmilyen szirupba a világról alkotott képét. Na hát nagyjából ennyi lett volna az édesanna. Röviden, sziasztok!